Sziasztok! Sziasztok! Megyünk hazafelé, úton hazafelé. Kamionos vlog megint? Igen, egy kis kamionos vlog. De új sorozat fog indulni. Ezt hamarosan megtudjátok. Már a címe megvan a sorozatnak? Nincs, ezt majd még ki kell találjuk. Mit lehet tudni erről a sorozatról? Hát ez a koronavírusra való tekintettel, ez egy ilyen hobbi, sport és sorozat készül majd belőle. Nem tudom, hogy elmondjam-e, hogy miről szól. Akkor ilyen bicajozás, meg ilyenek lesznek benne? Nem, motorsport. Motorsport? Uh-huh. Akkor elektromos bicaj. Motor, benzin nem megy. Benzinmotoros bicaj? Aha. Akkor robogó. Igen. Erre át kell, váltsuk egy sávot. Csak jönnek. Pibörög a V8. Az mindig. Mert valami nagyon be akar előzni minket hátulról, nem tudom, hogy mi az, de valami nagyon nagy, lapos és fehér. Mi ez, UFO? Lapos, fehér. Aha. Üldöz minket? Be akar előzni ezt. Szerintem látszik, de ez fölakadt ránk. Úgy látom, hogy fölakadt ide. Annak tűnik, az ő meg úgy befogott, jaj, nem tudtam hátrafordulni. Tehát ez lesz a sorozat lényege. Menni fogunk becázni ki az óceánra, és mindenféle tengeri óceánban élő halakat fogunk bemutatni, amiket fogunk. Szerintem lesz köztem minden, ugye? Kis cápa. Ja, kis cápák, nagy cápák. Különböző halfajták, de azoknak még meg kell találjuk a magyar megfelelőjét. Ja, igazából soha nem lehet tudni, hogy miket fogsz kint. Érdekes halak vannak kint, ja. Ja. És hát erről csinálunk egy kis sorozatot, hogy különböző halakra fogunk pecázni, nem? Ja. Hajóról. Hát meg körbejárjuk a szigeteket. Ott a környéken van elég sok lakatlan sziget. Gondoltam, hogy így a koronavírusra való tekintettel, hogy minden park meg beach be van zárva. Ezért, hát most már nyitva vannak, de nagyon körülményes, mert ugye az engedély, ami kell hozzá, az még nem sikerült elintézni, mert zárva van a városháza, meg ilyenek. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy inkább a vízről közelítjük meg a beach-eket, nem? Aha. Ja. Hát ennyi. Most vettem egyébként, most hozzuk el a Long Islandről a hajót. Hát előtte meg kellett csináljuk a... Mi az utánfotó? Hát az utánfotót. Ja, utánfotó egy kicsit... Hát a lámpát be kell, újra kellett vezetékeljük, és új lámpákat kellett belerakni, mert ugye ezek a lámpák, ezek eléggé fogyó eszközök rajta, mert amikor berakod a vízbe a hajót, akkor be kell tolatni az utánfutóval, be kell tolatni a vízbe egy ilyen lerakóhelyen, és úgy állsz le a hajóba. Ja, aztán a sós víz az elég hamar szétszedi a vezetékeket, meg mindent megesz, csatlakozásokat. Így azért a lámpa az tönkre volt menve, nem volt rajta semmi világítás. Utána folytatjuk a kincskeresőt, de ahhoz viszont meg kell várjuk a nyár végét, így van? Hát, jó. Vagy az ilyen... Vagy esetleg a beach-en lehet kincskeresőzni. Meg az ilyen kérdésesebb időt, amikor nem megyünk ki esetleg. Ja. Tudod, eső után esetleg vihar közeledik valami. De mindegy, és ha megállunk, azért körbevesszük a hajót, meg bemutatjuk. Csinálunk egy ilyen hajótúrt. Aha. Ja. Rámegyünk, meg körbe mutatjuk. Aztán ennyi. Írjátok, hogy mi legyen a címe a sorozatnak, vagy mi majd kitaláljuk, és feldobunk ötleteket.